Fájdalomcsillapítók, altatók, nyugtatók, orrcseppek, hashajtók a leggyakoribb készítmények, amire könnyű rászokni, figyelmeztetnek a szakorvosok. Ezek közül a gyógyszerek, vagy sok esetben gyógyhatású készítmények között vannak vény nélkül kaphatók is. A napokban a sajtóban megjelent adatok szerint körülbelül 200 ezerre tehető azok száma, akik naponta szednek valamilyen gyógyszert. Bizonyos készítményekre egyenesen rá lehet szokni. Ez egészségügyi kockázattal jár, hívta fel a figyelmet 35 perc című műsorunkban a pszichiáter. Megkülönböztetjük azt, hogy valaki kémiailag addiktív, valamilyen kémiai szerre, vagy pedig valami viselkedési addikció van. Most a kémiairól beszélünk igazándiból. Benne van a nevében is gyógyszer, vegyszer, tehát valamilyen olyan készítmény, amely kívülről idegen anyagként jut be a szervezetbe. És attól függően, hogy mennyit használ, vagy milyen fajtát használ, alakulnak ki azok a megvonásos tünetek, vagy azok a kényszeres cselekedetek, amelyek arra sarkalják, hogy vagy ugyanannyit, vagy egyre többet használjon belőle. Minél több fájdalomcsillapítót szed valaki szervezete, annál ellenállóbb lesz a készítménnyel szemben, így vagy nagyobb dózis kell, vagy pedig egy másik változathoz kell nyúlni. Napi rendszerességgel találkoznak a pszichiáterek is praxisukban gyógyszerfüggőkkel. Sokszor inkább úgy derül ki ez, hogy a hiánytünetek miatt fordul valaki orvoshoz, nem tudván azt, hogy igazándiból ez már egy függőség, de különböző vegetatív labilitások, indoklatlan feszültségek, olyan türelmetlenség, olyan ingerlékenység jelentkezik, amit igazándiból nem lehet magyarázni külső okokkal. Aztán később az anamnézis felvételnél kiderül az, hogy hát itt bizony egy folyamatos és állandó gyógyszer szedés, vagy valamilyennek a használata van. Áll a háttérben. Így van. A gyógyszerekről nehéz leszokni, a függőséget hasonlóan más addikciókhoz terápiákkal lehet kezelni.